Szevasztok, én Abalink vagyok, és elérkeztünk az Építsünk Let's Play következő részével. És hát ugye az előző rész az elég régen volt, és közben, ahogy láthatjátok, elég sok minden változott, úgyhogy most egy kis info. Beraktam a Create modot, ami elég sok mindent ad hozzá a Minecrafthoz, főleg ilyen kreatív dolgok, például vonatok, gépek, ilyesmi, ezért most már fabrikot használok. Szóval ennyi változott, meg a shader egy picit más. Szóval a Create mod alapja az az andezit alloy, ami mindenhez is kell nagyjából. És ebben a részben ezt fogjuk automatizálni, hogy ezeket az andezit alloyokat tudjuk craftolni. Ez egy fajta andezit, ami kell a alapalkotó egységéhez a Create craftoknak. Na, szedtem egy kis andezitet, és amint láthatjátok, hogyha ezeket én így berakom, csak előbb kéne pár nugget, akkor így ezekből tudunk craftolni andezit alloyt. Tényleg, hogyha láthattátok, már itt a sarokba kitettem ezt a kis térképet, és ebből ti is tudjátok látni, hogy mi éppen, vagy én éppen hol vagyok a pályán, úgyhogy ez így egy kis info. Megmutatja a közelben lévő entitásokat, mikor ott egy Enderman, itt vannak a falusiaink, itt van pár láma, de és szerintem ez nagyon menő, ez a összes modnak a link jelen lesz majd a ráírásban. Na szóval, ugye, akkor kell nekünk pár megcsupaszított fatönk, amit így tudunk megcsinálni, hogy lecsupaszítjuk, és erre fogjuk és rátesszük az andezit alloyt, és így lesz belőle andezit casing, amit fel tudunk használni később is. Csak így szépen kiszelegetem most. És most már akkor ez is megvan. Akkor nekünk a Mechanical Presshez mindenünk megvan, úgyhogy ezt le is tudjuk craftolni. Tehát akkor vasblokk, casing és egy shaft. Bum, itt a Mechanical Pressünk. Mit így le is tudunk tenni, de még nem csinál semmit. Tegyük ide. És ezt itt kiszedem. És elvileg a mixerhez iron sheetet csak simán össze kell nyomni az iront, tehát ide rakunk egy vasat és összenyomjuk, és már van is egy iron sheetünk, hát picit több vas kéne, úgyhogy készül a Mechanical Mixer. Nagyon jó, ezt fel tudjuk tenni a basin fölé, és ezzel a kis fogantyúval. Ja, ez kell egy fogaskerék mellé, mert ezt fogaskerékkel kell meghajtani. Szóval ezzel a kis fogantyúval így most már meg tudjuk hajtani a mixert. Amibe, hogyha mondjuk én fogok és berakok andezitet, meg nuggeteket, és elkezdem tekerni, akkor össze fogja nekünk mixelni andezit alojjá. Csak jó sokáig kell tekerjem. Új, ezt elég sokáig tekerhetem. Na, most elkészült két darab. Igen, igen, elég hosszan készül, ahogy nézem. És most már csak meg kéne csináljunk még egy fent, amivel meg tudjuk fújni a homokot, vagy a sódert, hogy flint legyen belőle. Ez is kell iron sheet, akkor még kell csináljunk hármon iron sheetet. Hát, ventilátor, shaft, andezit casing. Na, és ha egy ventilátorral vizet fújunk át egy sóderen, abból flint lesz. Millstone, aha. Tehát ez kell egy kő. Hogy nézem, csak kiégetett kő jó. Andezit casing, meg egy cogwheel. Tufa, andezit casing és fogaskerék. Meg is van a millstone-unk. Amit ugyanúgy oldalról kell meghajtanunk. Egy ilyen, hát itt a tekerőt most leszedem innen. Így meg is tudtuk hajtani. Ebbe tudunk rakni... Ó. Hogy kell ebbe belerakni?
Így. Valamiért nem fúj. Ja, akkor kell nekünk egy wrench, hogy átállítsuk. Amit... Golden sheetből tudunk csinálni. Tehát... akkor kell hozzak még aranyat. Össze is préselhetjük szépen ezeket a aranyakat. És mindenünk megvan hozzá. Fogaskerék. És egy bot. Ezen majd tudom forgatni. És egyből ki is szedni. A inventory-ba. Nagyon jó. Tehát andezit alojt úgy tudunk készíteni, hogy mixerben összekeverjük a iron nuggetet és az andezitet. Viszont andezitet lehet csinálni shoulderből és kovakujjból. Na, shouldert azt lehet csinálni úgy, hogy ledadáljuk a cobblestone-t, ami azt jelenti, hogyha egy cobblestone generátorból fogom magam, és kiütöm, vagy egy ilyen fúró fejjel, azzal kiszedjük a cobblestone-t, akkor bele tudjuk tölteni ebbe a malomkőbe, ami ledarálja nekünk shoulderré. Ha a shouldert kimossuk vízzel, akkor tudunk belőle kapni flintet és vasrögöt. Így az a lényeg, hogy nagyjából két malomkő kell nekünk, az egyikből csak simán visszük el a shouldert tovább, a másikból meg még kimossuk a shouldert, és akkor abban lesz flint plusz vasrög, amiket ilyen üstökbe össze kell keverni, akkor lesz először nekünk andezit, és másodjára összekeverjük, akkor lesz belőle andezit alloy. Akkor utána néztem, hogy nem mindegy, hogy a ventilátor melyik irányba forog, majd meg kell fordítanunk a forgás irányt, hogy fújja a vizet, és úgy tudjuk majd kimosni. És akkor már csak egy másik basin kell nekünk. És meg is vagyunk. Már csak funnelek kellenek, amik annyit tudnak, hogy úgymond ilyen bevezetések a csövekbe. Tehát ilyen kis funnel. Hát. Az a baj, hogy ezekhez, amik nekünk kelleni fognak, ezekhez már brass ingot kell, amiket részből, meg cinkből lehet megcsinálni. Conveyor belt megvan? Nem, mechanical belt. És ezeket kiégetett hínárból kell csinálni. Szóval, akkor még hínárt is kell keressek. Ha jól emlékszem, ebbe az irányba itt van valahol a nagy óceán, ahol elvileg tudok találni hínárt, ami nem lenne rossz. Mert hogy ugye ebbe a folyóba nem találtam sehol se hínárt, úgyhogy ezt most megnézem. Haha, megvan a tenger. Jaj, igen, itt megfulladok. Hát tényleg ma nagyon sok részben megígértem, hogy egyszer majd bosszot állunk azokon a köcsögökön. És majd ez szerintem hamarosan már következik, mert már most is nagyon elegem lett. Mert most előzőleg még farmalás közben is leszpónoltak. Ja, meg a karácsonyi epizódban is, tényleg. Úgyhogy majd rajtuk bosszút fogunk állni. Abban biztos vagyok. Na hát ezzel a cinkkel csak az a baj. Ó, vagy hogyha nagyon szellemes akartam mondani, akkor azt mondtam volna, hogy ezzel a cinkkel csak az a cink, hogy új chunkokba kell menjek, amik most lesznek először betöltve. Mivel a create mod az akkor generálja le, hogyha új chunkba kerülünk. Jézusom, hát ez a... ez a izé kis andezit alloy farmunk, ez nagyon bonyolult lesz, tehát... ezt még meg is kell melegítenünk egy blaze burnerrel, amihez át kell menjünk a netherbe blazeket fogtosni, és akkor szerzünk cinket, utána még át is kell menjünk a netherbe egy blaze burnerért, csak hogy meg tudjuk csinálni a szűrős funnelt. Tehát nagyon sok minden kell még, az a lényeg. Hála az égnek. Végre. Ez most mennyi? 11, hát kell még. Hújjúj. Új, ez nem itt egy deep dark, úgyhogy innen eltakarodunk, mert nem megigézek egy wardent.
És meghalok ennyi cuccal. De ezt megjegyezzük, hogy... itt ez alatt a cucc alatt van egy deep dark. Na azt figyeljétek, itt ástam le, itt zontam le a bányába. És itt van egy nagyon szép kis... cherry blossom. Figyeld már a csigákat. Ott van valami szigetes cucc. Szóval, most ezt a területet jártam be, és itt meg is haltam ebbe a lávába. De... itt van két cherry blossom bajom is. Amit jó tudni. Na szóval, ahhoz, hogy tudjunk breast készíteni, ahhoz kell nekünk egy blaze burner, aminek a... craftingja az ilyen iron sheet és netherrack. Szóval most csinálunk jó sok iron sheetet. Na. Az arra vagyok kíváncsi, hogyha én most ezt a basint meg ezt fogom, átrakom ide. Vajon kell-e bele a blaze, hogy meg tudjuk csinálni a breast? Mindenképpen kell bele a blaze. Hát ezt nem jó hallani. Na, most átmegyünk a netherbe, és megnézem, hogy találunk-e egyáltalán fortress-t, hogy szedjek blaze-eket. Ó, és nem hoztam el a blaze burner-öket. Ja, mindegy, először úgy is inkább csak meg kell nézni, hogy egyáltalán van-e itten fortress. Hát... itt egy bastion van mellettünk. Ott nincsenek blaze-ek. Megvan. Itt van a bastion, vagy a fortress. Na most csináltam egy pajzsot is. Meg mindjárt a kastélyban még felveszem a rendes vassisakom. És hozok még kaját, és reméljük, hogy az elég lesz ahhoz, hogy ezt a pár blaze burnert ezt teletöltsem. Na srácok, úgy érzem, megérkeztünk. Fú, srácok! 6 darabot szereztem. Ez is bőven elég lesz, takarodjunk innen. Nagyon elegem van a netherből. Fú, ne tudjátok meg. És na, most, hogy megvannak ezek a blaze burnerök, el kell készítsünk pár csövet, amiket, hogyha a koldon anyjára rákötök, akkor ki tudjuk vezetni belőle a lávát. Elvileg most már össze tudjuk őket keverni, tehát berakom a cinket, megrakok be ugyanúgy 4. És most ráteszek egy lávát. És elvileg most már össze tudjuk keverni brass ingottá. Haha, és van 8 brass ingotunk. Na. És most van 64 brass ingotunk. Remélem, hogy ez elég lesz egy darabig. Az a lényeg, hogy nagyjából idáig tartana a gyárunk, és ezen a placon kéne megoldani. Én arra gondoltam, hogy két részre szeretném osztani. Az egyik része a cobblestone generátor rész lesz, a második rész meg a feldolgozó, tehát a kimosni a sódert, meg ilyesmi. Na. Akkor először is ilyen mechanikál belteket kéne craftoljunk. Ket elég egyszerűen így meg tudunk tenni, hát ebből elég sokat el tudunk készíteni most. Meg először is el kéne készítsünk még egy water wheel-t.
Amihez kell egy kicsi water wheel, ez meg csak deszkával körbelefett shaft. Csinálok egy pár ilyen kicsi water wheel-t, amiket aztán tovább is tudunk fejleszteni a nagy water wheel-lé, csak simán körbe tesszük újra deszkákkal. Így ezek, hogyha vizet kapnak, ugye elkezdenek forogni. Ez nekünk nagyon jó, ezt tudjuk majd használni a energiaellátásunkhoz. Na így. És akkor itt már rá is köthetek shaftokat. Tehát most elértük azt, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy ez itt a cobblestone, akkor fogja és szépen kiüti a blokkokat, és azok már itt jönnek a futószallagon, amik aztán itt fogják és ledobják oda. De ez annyira nem lényeges, hogy most ide dobják. Nyilván innen el fogjuk vezetni. Ide teszek chesteket, ide funnelöket. És ezt meg kell adni, hogy ez így jó lesz elvileg. Ja. És már is a ládában van nekünk ott. És akár itt most a túloldalra letettek egy másikat, ez meg itt szépen kiadja. De ez most ennyire nekünk nem kell. Hogy így vezetjük be őket. Így. Ezeknek is itt megadhatjuk itt a kivezetést. És ennek a végére tehetünk egy újabb chestet egyenlőre, mert nem tudom, hogy hova kéne gyűjteni. Ugye ezeket a sódereket meg kell mosni. Itt. Nagy zseni vagyok. Ah, és így már fújnak. Akkor ezek alá kell még ugye víz. Na. Szóval, akkor most ide el kellene készítenünk az első press funnelünket, amihez ugye kellenek ilyen electron tube-ok. Az electron tube-hoz kell rose quartz, ami meg sima rose quartzból készül, ami meg így készül. Így ezzel elkészült egy adag rose quartz. Egy pici, ne a nagyon jó. Így eszembe jutott. Na, most van itt rose quartzunk. És ebből tudunk valahogy electron tube-ot csinálni. Már nem feltétlenül emlékszem rá, hogy hogyan. Kell még alá egy vaslap. Fordítva, így. Jó, van most 4 ilyen fanám. Ja, meg még filter is kell. Filter. Ahhoz meg gyapjuk el. Egy. És ide kerülnek a press funnelek, amiknek megadjuk ezt a filtert. Tehát. Mert ugye itt termelődik. Nagyon szépen felváltva a sima sóder és a flint és a vasrög. Ebbe a basinbe még be kell vezessem a lávát, de amit mondjuk így ide, ja ide még kell egy pumpa, és ezt is megfordítjuk, úgy. És mondjuk hol legyen a láva farm rész, hát mondjuk itt. Na szóval most már tényleg végleg elkészültünk az andesite alloy farmmal. Ugye ez a pár vízkerék hajtja meg az egész gépünket, aminek itt a sebességét egy pár fokos kerékkel felgyorsítottam. Itt van a cobblestone generátor, aminél ugye ott bent termelődik a cobblestone, és pár darab fúrógéppel ki is szedem. És itt begyűjtjük ezekbe az item vaultokba, amik ilyen meg nem nyitható hordók, amiket így össze lehet kapcsolni. És ilyen funnelekkel lehet használni őket. Így ezekbe elég sok item elfér. És itt később ezekből tudjuk kivezetni a cobblestone-t. Most ezt a pár oldalát használom pár ilyen shoot-tal, amikvel itt ledaráljuk a cobblestone-t shoulder-ré, és itt utána átmossuk a
a két harmadát, amiből ugye itt készülnek a dolgok. Ezen a részén a rendszernek itt ebből a chestből kijönnek a flintek, amiket betöltünk itt a lávához és a gravelhöz, amiből ez a prés elkészíti nekünk az andezitet, amit továbbadunk ebbe az üstbe, ahol az andezitet összekeverjük vasröggel, és itt megkapjuk az andezit alojt. Ugye itt van egy hátul egy kis láva farm, amit itt egy pumpával megtekerünk, és kiszívjuk a lávákat a üstből, és akkor így belekerül ide. És most látjátok, már is készült egy adag andezit, átment ide, itt összekeverte, és már is bekerült oda. Szóval ja, nagyjából így ennyi ez a farm. Úgyhogy nagyon jó, hogy ez így most elkészült. A következő részben pedig meg fogjuk csinálni magát az épületet hozzá, meg talán még erre a részére. Itt ugye, itt is gyűlnek a kis cobblestone-ok, ezeket még átdolgozhatnánk valami más anyaggal, majd még meglátom. Szóval köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a újfajta rész, ahol create-módot is használok, és kellemes húsvét ünnepeket mindenkinek. Ja, megvárom a szeteteket kommentben. Hello!